A nap ijesztő ereje már több mint 1000 éve rombolja a földi atmoszférát. Iszonyatos hője pusztasággá perzselte a föld felszínét. Soha nem tapasztalt erejű viharok és elemi csapások követték egymást. Erőszak és káosz uralkodott. Végül a nap minden élet teremtője végső csapásra készült, és egy kolosszális méretű kitöréssel a földi életet teljes pusztulással fenyegette. Bolygónk a tűzhalál küszöbén állt. Solar Expedíció. Távol az űrben 500 000 kilométerre a Földtől, az Új Háromság nevű aszteroidán kifejlesztettek egy antianyagbombát. Az emberiség történetének eddigi legnagyobb robbanó erejű bombáját. Új Háromság űrhajózási irányító központ. Számításaim szerint az ön jelenlegi helyzete. Jól nézel ki, Freddy. Hogy érzed magad? Iszonyúan. A hordozó gyűrűket 2,3%-kal lazítani kell. Gyűrű lazítás 2,3. Így milyen, Freddy? Igen, így már jó. Köszönöm, kapitány. Mit köszönsz most? Azt, hogy hallgatsz rám és komolyan veszel. Néha az az érzésem, hogy mindenki unja már az állandó panaszaimat. Csak félnek tőlem, hogy lefokozom őket. Azt is megköszönöm, hogy az elemzést is belém programoztad. Tudatában vagyok a robbanó erőmnek, és örülök neki, hogy te vezeted az expedíciónkat, és hogy figyelmes vagy velem. Ég veled, kapitány! A következő randevú 38 óra 13 perc és 52 másodperc múlva. Nyugtázzon! Indulás! Kellemes utat, Freddy. És vigyázz magadra, megértetted? Ezt mondanod se kell. Kapitánynak, űrszonda biztonságos távolban, hajtóművek indulnak. Chicago, miután rögzítetted a rakteretben, azonnal kapod az indulási engedélyt. Vettem, értettem? Legyetek kedvesek hozzám. Ne beszéljünk mellé. Senki és semmi nem érdekel, csak az űrhajóm teljesítménye, világos? 148.700.000 kilométert utazunk majd ezen az átkozott, felújított csotrogányon, és még nincs tesztelve. Engem akkor neveztek ki erre a hajóra, amikor úgy döntöttek, hogy ez fogja végrehajtani a parancsot, és biztosíthatom, hogy a Helios teljesíti a feladatát. Ez felemelő. A kutatót tiszt biztos a dolgában. Borg kapitány, én biogén vagyok. Úgy ismerem a Helios, mint a szívverésemet. Szakértők vagyunk mind. Ha nem tudnánk teljesíteni a feladatot, akkor biztos nem lennénk itt. Az előttünk álló feladat 100%-os biztonságot kíván. Ahhoz, hogy esélyünk legyen a sikerre, esélyünk arra, hogy újabb 10 000 évet élhessen a mi földanyánk. Rendben, Alex, folytassa csak. Igen, uram. Mix hadnagy? Szólíts Bobinak. Tessék? A barátaim csak Bobinak szólítanak. Az Isten szerelmére mi? Csak viccelődik. A hajtóművek indulásra készek. Tedd hozzá, uram. A gyorsulásmérők eddigi adatai szerint a gyorsító konverterek működése optimális. McBride? Igen. A Nagy Boom a Chicago teherhajó fedélzetén elhagyta az Új Háromságot. Nagy Boom? Az antianyagbomba.
Mi 33 óra 9 perc múlva fogunk találkozni a Chicago teherszállító hajóval. Mindkét hajót automata navigálja. Kormányos, minden egység indulásra kész. Az indulás tervezett ideje 16:00. Rendben. A navigációs koordináták betáplálva és a parancsnokság már jóvá hagyta. Ha jön a parancs, indulás. Mr. Borg! Tessék, Dr. Minami! Uram, ön is tudja, részt vettem a rászonda tervezésében. Ismerem a gyenge pontjait. Miután a robbanóanyag bekerül a rászondába, és a Helios eléri a kilövési pozíciót, a rát egy pilótának kell a célterületre kormányoznia, és erre én vagyok a legalkalmasabb. Nézze, Minami. Nincs felhatalmazásom ilyen döntés meghozatalára. A fenébe én csak ezért a roncstelepért felelek, amiről maga beszél, az az expedíció parancsnokának hatásköre. Értem, uram. Beszélek kell szó kapitánnyal. A célterület a 17-es körzet. Minami, ott 15 millió fokos hőség van. Bocsánatot nyersz, ütött az utolsó ítélet órája. Köszönöm. Itt az utolsó ítélet. Bánd meg bűneidet, s bocsánatot nyersz. Claire, nézd a tényeket. Nem akarok bűnrészes lenni. Rossz következtetés. A meteorológiához lehet, hogy értesz, de használhatatlan vagy, ha egy olyan emberrel kerül szembe, mint Tig. Te pedig gátlástalanul gyarapítod minden földi élőlény szenvedéseit. Ez egy bók volt, ha nem tévedek. De legalább előre jutok, nem? Figyelmeztettelek, Dr. Haas. Ne verd félre a harangot. Üzenem Mr. Tignek, hogy harang sincs már. Legújabb szolgáltatásunkra. Próbálja ki ön a saját telepszichikus hangjának varázslatos erejét. Ha a Helios űrhajó teljesíti küldetését, és a Földön továbbra is káosz uralkodik, az gazdasági csődöt hozhat. A Föld élelmiszer és üzemanyag készletei nem lesznek elegendő. Harry, úgy beszélsz, mintha nem hetek, hónapok lennének hátra. Ha a csillagtűzelmélet igaznak bizonyul, mit számít ez az egész? Tig arra játszik, hogy a csillagtűz nem következik be. Mire a nap romboló ereje elenyészik, és az élet a normális kerékvágásba kerül, ez az igazgató tanács ellenőrzi majd a világ legerősebb pénzügyi üzleti vállalatát. Amíg a tömeg a haláltól retteg, az AXL átveszi a hatalmat. Ahol a Helios űrhajó már a visszaszámlálásra vár. Miss Bisson, hogy tud ilyen hőségben cigarettázni? Néhány perc még, és 16 bátor nő és férfi útnak indul a napcsillag felé. Miértünk vállalkoznak el? Üljenek le! Nem vagyok uralkodó. És csak reménykedni lehet. De szavamra nem érem, hogy egy napon az leszek. Dr. Haas, mik az előrejelzések? Van ilyen szó egyáltalán? Indítsa a lemezt. Tudósaink egy csoportja, Dr. Griffin és Dr. Page vezetésével határozottan vallja, hogy lesz csillagtűz. A gigantikus lángnyelv elpárologtatja az atmoszférát és kipusztítja az életet. Eddig úgy hittem, tévedtek. De most már tény, hogy nem tévedtek. Rájöttem ugyanis, hogy csapatom és én rosszul számoltunk. A csillagtűz elmélet helyes. Ezért létfontosságú, hogy támogassuk a Helios expedíciót. Lehetséges, hogy az az antianyaggal töltött bomba a napkitörés lángját eltereli a Föld felől másfelé a világűrbe. Egy hatalmas lángnyelv éri el bolygónkat 48 órán belül. Dr. Haas, abszolút biztos benne, hogy ez a katasztrófa be fog következni? Nincs okom kételkedni benne. Dr. Haas, nem látja úgy, hogy a napfolt tevékenység csökkenőben van? Ha megnézi a Fraunhofer vonalakat, észre... Ez a szakértői véleménye? Kérem, én nem tartom magam szakértőnek, de... Helyes, Dr. Beeson, maga nem is szakértő. Dr. Beeson nem ért egyet az előrejelzésemmel, ő egy elenyésző kisebbség véleményét osztja.
Ők tévednek, nekem van igazam. Mi van, ha ön téved, doktor Haas? Kérem, az IXL a jövőbe fektet be. Egy optimista jövőbe. És én nem is akarok abban hinni, hogy egy lángcsóva vagy az Atyaisten megakadályozhatná. Nem így látom én ezt. Mert szerintem fennmarad a status quo. Igen, uram. A tanács tagjai is pont így látják ezt. Köszönöm, uraim. Dr. Haas, sajnálom, de már megyek is. Nagyon sűrű programom van ma. Hívjon, ha új fejlemény adódik. Meg kell akadályozni ezt a ráexpedíciót. Mr. Tig? Az expedíció miatt nyugodtan alhat. Jézusom! 570 kilométeres szelet mérnek odalent. A fenébe! Olyan erős az elektromos interferencia, hogy jóformán lehetetlen a kapcsolatteremtés. Mi van az optikai adóvevőkkel? Elfogadhatóak. De rettentő macerás a dekódolásuk. Itt a komp az új háromságról. Kelszó megérkezett? Igen, meg. Ő lesz a főnök? Nézd, ami engem illet, tőlem lehet ő a parancsnok. Igaz, évek óta nem találkoztunk, de volt, hogy együtt ittunk, mókáztunk. Igaz, vitatkoztunk is, barátok voltunk. Barátok? Igen, együtt kezdtünk a szolgálatnál. Repültünk is együtt. Aztán a felesége meghalt. Minden megváltozott. És ma már nagy menő. Ki tudja, mitől változik a világ? Fogalmazzunk világosan. Kettejük szakításának az oka a versengés volt. És nagyon rossz irányba tartott. Ugyan, tudjátok, hogy én honnan jöttem. Fel a fejjel, veregessétek meg az új barátok lapockáját. Így, né? Milyen volt? Jó. Jó? Mit szólnál egy kis összerázkodáshoz? De azt hiszem, hogy a többiek is barátkoznának. A hölgy most rátapintott a lényegre. Igen. Bocsánat. Alex, ott messze. A biztonságunk a társainktól függ majd. Mindannyiunké. És ne feledd el azt, mi mind vigyázunk rád is. A 11. emeleten sugár fertőtlenítés kezdődik. 04:45-kor. Körleteket elhagyni. Kelszó kapitány? Uh-huh. Üdv, Alex Noff vagyok. Kelszó kapitány, a nevem Steve Kelszó, üdv. Üdv. Gondoltam, illendő lesz bemutatkoznom, mivel együtt fogunk majd dolgozni. Alex Noff. Igen, persze, Alex. A parancsnokság elküldte a maga jelentését. Jó munkát végzett. Köszönöm, uram. Minden egyes rendszert megvizsgáltam és beállítottam. A vizsgálódásom kiterjedt a személyzetre, fizikai és pszichológiai téren. Pszichológiai? A legénység pszichológiai tanulmányozása stressz helyzetekben hasznos felismerésekhez vezethet. Kisasszony, ez marhaság. Mondtam valami nem helyén valót? Nem, de észszerűt se. Pedig azt hittem, észszerű voltam. Talán rosszul fejezte ki magát. Igen, uram, rosszul. A hajókormányos a Borg kapitány 16 órára kért indulási engedélyt. Van még kérdése, uram? Nincs. Nincs? Üdvözlöm a hajón. Kelszó kapitány, jelentkezem, uram. Na, csak hogy végre. Elég pucsékul nézel ki. Sikerült megcsinálnod? Hát, 3 hónapja rohadok itt az új háromságon, és annyi antianyagot csináltunk, hogy a Földet a Holddal együtt el lehet pusztítani vele. Úgy gondolom, hogy elég indok arra, hogy... Nem akarom, oda is bombázd a napot. Az első te jelentkeztél. Önként jelentkeztél. És most meg önként jelentkeztél erre az őrült expedícióra a nap ellen. Ez nem egy öngyilkos akció. Olyan erővel akció. Akarok bizonyítani, hogy te nem az öreged védőszárny alatt érsz, hogy a végén megölöd magad. Apa, neked ez már a fixa ideád, apa. Na, mit mondjak majd a fiadnak? Megpróbálok rádión beszélni veled, eddig még nem sikerült megtalálni.
Csak azt tudom, hogy megszökött a katonai iskoláról. Mondtam neked, hogy nem szabad oda küldened. Várj egy kicsit. Semmi baja. Mit tudsz róla? Mondtam már, hogy dobbantott, de ne hibáztasd, ne őt hibáztasd. Azt hiszem, én is ugyanezt tenném a helyébe. Már arra is gondoltam, hogy beülök egy gépbe, lemegyek és magam keresem. Apa, ezt nem teheted. Én azt veszek, amit akarok. Én vagyok az admirális. Megyek, átveszem a felszerelésem, még nem késő. Megállj egy szóra! Mondd, hogy szeretsz, mielőtt kilépsz ebből a szobából. Szeretlek. Én is szeretlek. A csillagtűz előadás rögtön megkezdődik. Nem kell külön ecsetelnem, hogy mi vár az otthoniakra, ha ez a szörnyű napláng eléri a Merkúrt. A föld felszíne üvegkeményé válik. A becsült halálarány 50%. És ha ez a szörnyű lángnyelv eléri a Vénuszt, a föld felszíne felízzik, mint a magma. Becsült halálarány 90%. 90%-a az emberiségnek. És ez az óriás mágia eléri a földet, teljes pusztulás. Tökéletes pusztulás. Alex. Ezek a mágneses gócok elasztikus tulajdonságúak, rettenetes energia halmozódik fel bennük, ez okozza kitöréseket. Nos, ez a góc, mint látják, hatalmas. Ilyen erejű még nem volt egy sem. Ha ez kitör. Ez az a terület, ahová be kell hatolnunk, a 17-es körzet. Itt kell idő előtt kirobbantanunk a lángot, amikor a föld mögötte van. Mind a Helios, mind a rá elektromágneses pajzsokkal és szupervezető hordozó elemekkel védekezik a naphője ellen. Ennek ellenére meleg lesz. De meg nem égünk. A pajzsok védeni fognak. Reméljük. Nos, nincs sok időnk. Mint tudják, a Helios azért jött az új háromságra, hogy az antianyag berendezést a rászondával együtt a naphoz eljuttassa. Odaérkezve kirobbantja a gócot a 17-es körzetben, azután hazatér. Az újságedelmével. Időmegtakarításból a Chicago nevű teherhajó hozza a bombát. És útközben találkozunk. Itt fogunk randevúzni a Chicagóval, azután irány a nap. 5 tonna antianyaggal. Kész csoda. És most jön a rossz hír. Miután még nem ellenőriztük a szonda irányító rendszerét, és nem tudjuk, hogy az elektromágneses interferencia milyen hatást fejt ki, nem kockáztathatjuk meg a napba küldését emberi segítség nélkül. A szondát eredetileg pilótaüléssel építették, bár reméltük, hogy sohasem kell majd használni. De most végzetes lenne. Bármi rendellenesség vagy kompjúterhiba. Tehát valamelyikünk pilóta lesz majd a rában. Végeztem. Indulásra felkészülni rajta. Sok sikert!
Kapva küldendő rával a fedélzetén, ma hagyja el Őrvárost, hogy találkozzon a Chicago teherhajóval, és a napba juttassa az antianyagrobbanó szerkezetet. A világ virrasztva. A Helios expedíció. Évekbe telhet így is, hogy a világ pénzügyi piaca kiheverje a közelmúlt csapásait. Tudósok figyelmeztetnek a Föld élelemláncának totális összeomlására, vagy legalábbis helyrehozhatatlan megsérülésére. Várnak, céltalan. A baseballt? Igen, uram. Ki nyeri a mit, uram? A baseballt. A kópék. Mennyi időbe telik, amíg újra megtelik az edény? Te szórakozol velem? Tudtam én, hogy seggfejek. Mike Kelso vagyok, uram. Hallod a hangot? Többet is hallok, uram. Rengeteg hangjuk van, fiam. Keresd meg a szimpatikusat. És akaszkodj rá. Okos tanács. Itt a Sammy! Várjon! Hova megy, kérem? Uram, hova akar menni? Te hova a fenébe akarsz menni? Oda föl! Nincs ott föl semmi, csak Sammy! Apám és nagyapám ott vannak űrvárosban. El akarok jutni a vörös homokba és elcsípni az éjszakai űrrepülőt. A fenébe! Kérem, uram, hallgasson meg engem! Alig van már idő. Az apám a napba induló expedíció parancsnoka. Értsen meg, kérem! Lehet, hogy ez az utolsó alkalom, hogy találkozhassak vele. Beddingtonból szöktem meg. Biztos, hogy már kutatnak utánam. Uram, gondolom tudja, hogy mi vár rám az iskolában. Ha nem érem el az űrrepülőt. Nagyon nagy bajba kerülök, uram. Uram. Volna szíves elvinni a vörös homokba? Uram. Azoknak a listáját kérte, akik tudják a rát irányítani. Alex, a maga neve is rajta van? Igen, öten vagyunk, önt is beleszámolva. Uram, visszamegyek a helyemre. Rakéta kézi irányítás, behajózást megkezdeni. Irányítást átvettem, rakéta behajózása megkezdődött. 30 méter. Dokkoló rendszer űrvárosból átkapcsolva a Helios rendszerébe nyugtázza. Nyugtázza. Dokkoló rendszer átkapcsolva. Nyugtázom. Helios dokkoló kód zöld. Külső rögzítő erőtérbe kapcsolva. 15. Panelok jók. Külső rögzítő erőtér működik. Rendben, Helios. Lassítsa le 78-ra. Lelassítva. Finoman, a helyére. Tegyük le szépen az állványra. Óvatosan, mindjárt jó. És boldog egyesülés. Itt valami nagy baj van. Értem. Atyaisten, mi a fenét csinálnak ott?
Mi történt? Megsérült a vezeték. Kárjelentést kérek azonnal. Kapitány, valami baj van a rendszerben. Mi történt odafönt? A probléma nem itt van. Itt zuhan a nyomás. Próbálja meg lezárni. Az nem segít. Belső gond van. Szerintem itt fent kell keresni. Elveszítjük. Nem lesz expedíció. Tőlünk elveszik. Lamar, mutass a közelebbről. Megtaláltuk már, kapitány. Most próbálják. Működik. Nézd, milyen kialudtak. Rendben, Helios. Kapcsoló csomkok szabadok. Dokkolózlapok a helyükön. Rendben megy. Nehéz szülés volt, gyerekek. A rá külső energiakörre kapcsolva. Működött? Tökéletesen. Milyen a kicsike? Előremozgást 20%-kal csökkenteni. Előremozgás 20%-kal csökkentve. Tehetetlenség és stabilizátor automatán. Az AX-el karbantartói kihajózás előtti ellenőrzésre jelentkezzenek a főemelet B-szárnyán. Kapitány. Tessék, hallgatom. Az admirális repülési engedélyt kért az ötös leszállópályára. Gondoltam, szólok önnek, hogy az édesapja... Leszállópálya irányítás. Fedélzeti ajtókat becsukni, nyomáscsökkentést megkezdeni. Leszállópályát elhagyni, figyelem. Fedélzeti ajtók csukódnak. Apa, mondd csak, mi a felét akarsz csinálni? Megyek, megkeresem a fiadat helyetted. Apa, egy egész hadsereg keresi már őt odalent. Én az unokámat keresem. Gyere vissza, nagyon kérlek! Ha csak egy kicsit is törődnél a fiaddal, akkor vele is lennél néha. Törődnék vele? Semmi más nem teszek, csak rágondolok állandóan. Nem tudom, hogy észrevetted, de mi történik mostanában, de elég sok fontos feladatom van. Észrevetted egyáltalán, mi? Hogy mondhat nekem ilyesmit? Hát a fiamról van szó, vagy nem? Szeretném megköszönni önzetlen segítséget. Ott szabadon szállva lenne a pöncsak egy labda. Tudja, egyszerűbb lenne, ha tudnám a nevét is. Remélhetek nyomomba sem. Szeretném elhagyni a földi otthonom, a felhőkön szállni. Zavarja a közlekedést! Hagyj el az országutat! Zavarja a közlekedést! Hey, kapaszkodj! A francba! Van sallerunk? Igen, sallerom az van. Csak éppen pumpám nincs. Nézze, ura! Valaki erre jön meg itt. Egy teherautó jön erre, ura! Szavarja a közlekedést! Hagyja el az országutat! Szavarja a közlekedést! Hagyja el az országutat! Ezek nem állnak meg egy semmiség miatt. Ha csak valami nem áll az útjukba, akkor azt hiszem, megállítja őket a program. Remélem. Nézd, motor! Defekt! Néhá! Hagyj el az országútat! Szavarja a közlekedést! Hagyj el az országútat! Szavarja a közlekedést! Hagyj el az országútat!
sajnálom a motorját, uram. Lehet, hogy csak élő embernek áll. Remélem, nem akarja kipróbálni. Ezek a masinák A pontból elmennek B pontba, ennél többet nem tudnak. Na tessék, itt jön egy másik. Állj meg! Uram, mit csinál? Álljon meg! Ne csinálja, kérem! Kérem, kérem, ne csinálja! Ne! Kérem, ne, uram! Uram, ne csinálja ezt, kérem! Nagyon kérem! Hagyj békén! Álljon meg, kérem, uram! Tűnjön ide! Hagyj el az ország! Hagyj el abba! Szavarja a közlekedést! Hagyj el az ország! Hagyj el az ország utat! Szavarja a közlekedést! Szavarja a közlekedést! Hagyj el az ország utat! Hogy én? Mindannyian megszületünk így vagy úgy, nem igaz? Drágám, a tiéd egyszerűbb volt, mint a miénk. És hol történt a fogamzás? Laboratóriumban. Oxford, Anglia. Anya? Anonim. Na és a gyerek csináló? Tudod, az öreget? Sajnos ő is anonim. Egy lombikban fogantam meg. Emberek, vágjunk bele! Egyenesen szállunk Ábrahám kebelére. Az egész te jut mennyország neked. Mennyország a neve? Igen, anyám úgy mondta. A csillagok közt van a mennyország. Hallottad már? Nem. Odakint lenni lenyűgöző, időtlen, kortalan. Lehet, hogy halhatatlan is. Van egy szépséghibája, amíg a kapitányunk a mennyország kapuját ostromolja, miközben egyenesen a pokolra jutunk. Laborban biogenetikusan teremtett ember. Szakterülete táplálkozástan. Átlagosnál jóval hatalmasabb fizikai és szellemi teljesítményre felkészítve. Státusz kísérleti prototípus. És magáncégek milliókkal támogatják a segélyezést. A halálos áldozatok száma 100 milliókra tehető. Mr. Tig irodája. Claire, nem hiszed el, mit látok. Jegyezd fel a koordinátákat. 4,
5, 12, 9, 12, 1 és 8. Nexus. A biogén új kódja Delilah. Mondd meg Mr. Tignek, úgy játszhat rajta, mint egy zongorán. Nagy pech, Delilah. Csak én tudlak ebből kiszabadítani. Kezd meg az RCS-t és kérem a rétegfelvételeket. Egy hosszú cső. Rendezvú pont, vektor 05. Kilépés 9, 8, 100. Várjál, Chicago! Hívj újra, nem hallom! Gyere előre az AEB171-re. Folytasd ezen a... Találkozási pont, vektor 05.007. Vedd át a középpontnál. Vonzás energiát 30%-ra. Fokozatosan csökkensd a bejáratot. A dokkolórendszer automatikának. Navigációs panelek beállítva, minden fény zöld. Hajtómű készenléti állapotban. Rakéták indításra készek. Kapcsol saját energiára. Helios Főváros Központnak indítás manőver befejezve. Orrcsatlakozást kiiktatva, szabad, mint a madár. Minden rendszer automatikára állítva. Mix, helyzetjelentést kérek. Igen is, TC, irányban vagyunk. Maximumon leszünk 21 másodperc múlva. TC? Mondtam már, hogy megőrülök, érted? Ismerlek, Mix. Ilyenkor bezzeg mindig jár a szád. Kapitány! Alex, remeksz, mint a nyárfaledén. Mi baj van? Jéghideg, bátor! Adjon békén! Segítségre van szüksége, hívjon orvost! Adjon! Úgy látom, hogy... Mit lát? Őrváros irányító Heliosnak. Eltávolodást most kezdje meg. Vettük a teljes antenna rendszer beállításának jelét. A Helios önállósult. Irányítás megszüntetve. Sok sikert, szerencsés utat! Megfelelő. Kettes kamra rendben. Hűtőturbók megfelelően működnek. Fül vagyok, mi az a fontos ügy, amiért ide hívott, uram? Ami... Köszönöm. Gyönyörűséges doktor Bisnunk. Azt mondja, hogy nagy az esélye, hogy a ráküldetése sikeres is lehet. Azt mondja? Már Tig személyes tanácsadója is vagy, Claire? Nem igazán. Hallgasson rám, kérem! A rá expedíció az egyetlen lehetőség a túlélésre! Dr. Haas! Én és a vállalatom a jövőbe fektetve, a gatyámat is élelemre, magokra, vízre költöttem! A maga előrejelzése alapján! Tig! Könyörgök magának! Kétségtelen, hogy a csillagtűz bekövetkezik! A rá misszió, bár kockázata hatalmas, sikeres lehet! Ó, nem fog sikerülni. Gondoskodtam róla. Magának azért nem szóltam erről, mert amikor Claire kikotyogta a maga titkát, tudtam, hogy hiba lenne, ha maga bármiről is tudomást szerezne.
Maga az egész emberiséget elpusztítja ezzel. Figyelmeztetem. Nem maradok csendben. Nem én. Tig! Fogy az időnk! Ez gyilkosság! Hé, mit képzel maga? Ne! Kérem! Tig! Kérem! Ne! Elpusztulok innekint! Kérem, ne! Ne vegye tolakodásnak, uram, de eddig még nem árult el nekem a nevét. Hát értem. Mert tetszik nekem, ahogy így uram mozol. Van benne valami kedves tiszteletadás. És mit csinál? Alkotó vagyok. A nevem Travis. Travis. Nem emlékszem a családnevemre. Csak azt tudom, errel kezdődik. Pedig olyan keresztnévszerű, mint Ryan, vagy Randy. Roach. Fenét csinál oda bent. Nem is tudtam, hogy maga ezredes. Ellenőrizzék! Egy menetrend szerinti űrkomp érkezik űrvárosból. Admirális, örülök, hogy újra látom. Parancsnok, nem akarom elhinni, amit hallottam. Maguk még mindig nem találták meg? Igen, így igaz, uram, semmi, de... Öt helikopter felvárta, keresse a fiút. A felderítők közvetlenül nekem jelentenek, és megparancsolom, hogy mi... Megtalálták a repülőgépe kiégett roncsait a Gila-sivatagban. Iszonyatos vihar tombolott, uram. És az életben maradásának esélye olyan körülmények között őszintén szólva... Honnan szóval... tudja, hogy az ő gépe? Újabban névtábla is van a repülőkön, nem hinném, hogy van. Parancsnok, azt akarom. Azt akarom, hogy szitálják át a sivatagot és találják meg. Parancsnok! Látom, nézze meg ezt és próbálja meg így. Sikerült, fiúk? Próbáljuk, uram. Hét, fedélzet! Igen, itt vagyunk. Kapitány, komoly problémánk van izelent. Súlyos rezgés lépett fel a hajtómű hűtőturbóban. Az elosztó szelepek beragadtak, és az ionizátor kamrába nyomják be a hűtőanyagot. Megpróbáljuk kinyitni a nyavajásokat, de... Szólj Alexnek! Már szóltam, nem tudta megoldani. Veszély a hűtőrendszerben. Bajban vagyunk idelent! Rádióaktív sugárveszély! Sugárveszély! Uram! Mi a helyzet? A hűtőanyag egyre szivárog az ionizátor kamrába, és emiatt egyre jobban csökken a nyomás, uram. Ha 10-15 percen belül nem szüntetjük meg, valamelyik hajtómű úgy kirepül a hajóból, mint a sose lett volna beépítve.
Ne azt mondd, hogy mi történhet, mert azt tudom, hogy mi történhet. Inkább megoldást mondj. Mi van, ha lezárjuk a turbószelepet? Nem. Felmelegszik minden, és a tartályok felrobbannak, aztán... Akkor vége. Üzemzavar. C-kamra lezárását megkezdeni. A hűtőanyag tovább. Öltözön be valaki, be kell mennie. Kézzel kell megjavítani. Az az ember meg fog halni, uram. Ha a nyomás kiegyenlítődik, a plazma és a hűtőanyag keveréke szétrobbantja a testét. Akárki is megy be oda, megöljük. Szándékosan. Akkor mit javasolsz, parancsnok? Van más alternatívánk? Jó van, kapitány. Ki lesz az? Válasz te! A személyzet hagyja el az alsó műszaki szintet. Figyelem! A műszaki szinten káros erejű a sugárzás szintje. Elrendelem a szint kiürítését. A személyzet hagyja el az alsó szintet. Parancsot végrehajtani. Megcsinálom. Parancsot végrehajtani. Te nem, rád szükségünk van. Parancsot végrehajtani. Mix hadnagy. Üzemzavar. Az alsó műszaki szintet elhagyni. Az alsó műszaki szintet elhagyni. Figyelj rám, Mix. Mindenki meghal. Mindenkinek a lelke elszáll valahová. Hidd el nekem, fiú. A te lelked egyenesen a mennyországba megy, elhiszed? Figyelj. Na, próbálj meg ne belenézni a hajtómű aknába. És mozog gyorsan. A sugárzás ugyanis... Fenébe, bárcsak lenne más mód, Mix. De... Hát, ha nekem sikerül. Rendben, hadnagy. Készüljön a nyomás kiegyenlítés. Nyomás kiegyenlítőt elhagyni. Sok sikert, hadnagy. Ez az egyetlen módja. Nyomás kiegyenlítő zárva. Nincs más választásunk. Sikerülhet? Igen. Jól van, fiú? Igen, uram. Figyelj, Mix, a bejárati panel kinyitva. Menj csak nyugodtan előre. A turbórendszerben a sugárszint veszélyesen... Milyen következménye lehet? Nem tudom. Mix, a hőmérséklet 250 Celsius fok. De még melegebb is lehet, fiú. Figyelem, figyelem! A sugárzás életveszélyesen magas. Megcsinálod, Bobby. Itt van. A turbószelep itt van előttem. Minden rendben. Csináld, Mix, menjél, fiú. Hajtómű bejárat zárva.
Az izolátor szelep ott van előtte. Mix? Az izolátor szelep be van fagyva. Befagyott az izolátor szelep. Ez nem befagyott. Le van zárva. Mi? Vágd át. Vérnyomás 165 per 110. Vérnyomás 165 per 110. Csináld, öregem! Rajta, Mix! Nincs levegőm. Fáj a légzés. Engedjed ide. Mix, Mix. Már majdnem megvan. Csak lélegezzen lassan, akkor megtelik a tüdeje. A felhúzmak segítség! Isten, segíts! Mindjárt megvan. Sikerülni fog. Segítség! Vérnyomás 200 per 120. Éget a levegő! Képtelen vagyok! 30 per 120. Hozzátok ki onnan! Hallgass már! Gyilkosság! Hallgass! Hallgass már valaki! 25 másodperc! Cikkentes szektor normális. Hő és sugárszint fokozatosan csökken. Normális szinten. A hűtőanyag áramlása normális. Elvégezni a közlekedő rendszerben. Veszélyhelyzet megszűnt a C3-as és C4-es műszaki szektorban. Sajnálom, uram. Vízhelyzet megszűnt a műszaki irányító szinten. Borg! Uram! Vízdokkolás előkészületeit megszüntetni. A műszaki szinteken a sugár elnyelő rendszer újra megfelelően... Rendben, végezzétek a dolgotokat. A műszaki Isten. Szinteken a sugár elnyelő rendszer újra megfelelően működik. Minden munkahely biztonságosan üzemel. Sugárfertőtlenítés megindult a hajtómű C2-es szektorában. Személyi lap. Jason Hadnagy, Tracy Mix. Született Chicago, Illinois, 2021. február 17. Szakterülete, kriogenika, hajtóművek. Becsületrendre felterjesztve. Beszélnem kell veled. Miért hagytad szenvedni? Miért nem hozattad ki? Nem tehettem mást. Nem értem, mi történik velem. Meghalt a barátom. Mindannyian meghalunk. Nincs igazad. Élni fogunk mindannyian, és meg fogjuk csinálni. Hinned kell ebben. Segíts, kérlek. Folytassa a keresést! Uram, beszéltünk Beddingtonnal. Megkérdeztük, szerintük hová ment. Valószínű, hogy dezertált. Ugyan, ő nem dezertálhatott. Persze, hogy nem, uram. Mi se így tekintjük a dolgot, hanem... Ilyet én nem kértem. Nem érti. Amikor először hallottam arról az átkozott csillagtűzről, azt gondoltam, felviszem űrvárosba, hogy szem előtt legyen. Hívtam az iskolát, hogy küldjék fel hozzám. Nem, mondta. Apának nem tetszene. Akkor inkább dezertálok. Ha jól van, mondtam, tedd csak azt. Én is ezt tenném. És megtette. De az unokám, taknyos kölyök. Közben a fiam repül a pokol felé azzal az öngyilkos expedícióval. Megparancsolhattam volna, hogy ne.
Meg, de nem tettem meg. Most mindkettőt elvesztettem. Görni, magamra hagyna egy percre, kérem. Uram, megtaláljuk a fiút. Ígérem. Nappali fényerőre van szükség a Q2-ben. Tegyetek valamit az ügyért, fiú. Az IFD szervezte tüntetés után zavargások törtek ki egész Casablancában. Kubik bejelentette, hogy nem tűri a rendbontást, és tűzparancsot adott a katonáknak. Két jeges vizet! Vihar söpört végig az ország déli részén. Legyen szíves! Kérek bele citromot is. Citromunk az nincs. 250 borravalóval együtt. Hatalmas sáskahad ért el a kezdet állambeli Edginson. Elpusztítva minden útjába kerülő növényzetet, mint ahogy képeink is jól mutatják azt. A felkelők betörtek Tokió belvárosának utcáiba, a zavargásokban sok épület kigyulladt, a sebesültek száma felbecsülhetetlen. Antiterrorista egységeket is bevetettek a felkelők ellen, de a rendőrség így sem tudta megfékezni őket. Tudja, én ezt máshogy látom. A napkitörés veszélye egységbe kovácsolta az egész világot. És ha a küldetés sikeres, és miért ne lenne az? Gondolja csak el, milyen lesz a világ. Egyesült világ. Travis. Mi a baj? Ne sírjon. Kérem, figyelmeztetnem kell! Kérem, segítsen! A szonda adatainak elemzése folyik. Freddy szabad jelzést mutat, uram. Jól van, hozzák be. Minden rendszer! 2.7 fokkal balra. Az út vége felé a hordgyűrű feszítését csökkenteni kell. 3.14 lenne tökéletes. Kapcsolóegység 2. Kész irányításra átkapcsoló. Készelít a bal oldalon. Adja meg a jelet, kérem. Kapcsolóegység irányítás átvéve. Vettem 0-2. Bal oldali csatlakozó készen. Kérek engedélyt behajózni, uram. Az engedélyt megadom. Megérkezett. Ajtókat biztosítani. Megerősítve. Biztonsági számom és személyi kódom BW 96648 4. Felismerve. Hangmétát kérek.
Alex Nov, biogenetikusan alkotott ember, kutatótiszt, egyesített parancsnokság Helios. Alex Nov, felismerve felolvassam az egész életét? Ne, Freddy, nem szükséges. Úgy találom, hasonlítunk egymásra, vagy nem, Alex? Hogy mi? Nem, Freddy, nincs igaza. Nem hasonlítunk. Ne, tessék! Vörös homokba! Minek akartok oda menni, fiúk? Űrváros. A barátom akar oda jutni valahogy. Ne viccelj, az űrver nagy ég! De ebben csak ketten férnek el! Aranykezű! Kösz, öregen! Beddingtonban járt az akadémiára. Igen, uram. Kadét voltam. Helios, a keresztül vár. Verde? Skilliket? Ami escape route? De ez őrültség. Ki akarna ilyet tenni? Dick! Mit mondott? Hé, hey, öcsi, gyere! Na, indulás. Kérem, bocsássanak meg. Találtam valakit, aki elvisz a vörös homokba. Kirabolnál egy haldoklót? Csak megpróbálom kideríteni, hogy ki lehet az ipse. Dr. Günther Haas, AX elvállalat. Figyelj, Antonis! Mi van? Az a fickó bent. Mondott valamit. Mit mondott? Latinul beszélt hozzám. Azt mondta, hogy egy TIG nevű fickó az AXL-től megpróbálja szabotálni az expedíciót. Ne viccel! Vaya con Dios, barátom! Maga merre megy majd? Szirén hangokat hallok a távolból. Elindulok átfelé és meghódítom mind, amíg fiatal vagyok. Majd eltemednek. Indulj, fiú! Üzenetet kapott admirális úr. Úgy látom a szövegéről, hogy hiteles. Napszúrást kapott. Elaludt végre? Meghalt végre. Én telefonáltam maguknak, nem tudtam másban segíteni. Itt ugyanis nincs orvos. Mikor találták meg? A sivatagból hozták be ide. Rettentő állapotban volt, már félre beszélt. Egy gyerekkel beszélt. Egyenruhással. Tudja, olyan katonai iskolai egyenruhással. Mit mondott annak a fiúnak? Hát nem értettem, mert valami ismeretlen nyelven beszéltek. A kadét a szová ment? Azt nem tudom. Azzal az öreg emberrel jött. Egy perce még itt volt. Thank you.
Miben segíthetek? Azt a fiút keressük, akivel együtt iszogattál. Igen, ott találkoztam vele. Nem is tudom, hogy hívták. Lehet, hogy valami... Lehet, nem is kérdeztem. Persze. Reméltük, hogy igen. Fiú, mi a franc volt ez? Megőrültek, fiúk! Majdnem megöltek! Mi? Mit akarnak? Na, katona tanonc. Szépen elmondott szóról szóra, amit az a bolond ház mondott neked. Hello, Freddy. Hello, Dr. Minami. Egy gyors rendszerellenőrzést tartunk. Felkészültél? Igen, uram. Helyes. Tudta, hogy legalább 10-szer kíséreltek meg tönkretenni a feltöltés alatt? A hordozó gyűrűket túlszorosra húzták, de kértem őket, hogy lazítsanak rajtuk. Nagyon okosan tetted, Freddy. Igen, én is úgy érzem, Dr. Minami. Attól tartok, hogy azok a fickók nem tudják, milyen érzékeny vagyok. Sőt, azt hiszik, csak panaszkodni tudok. Hallom, amint sutyorognak. Éles a hallásom. Maga szerint igazuk van? Maga is úgy látja, hogy sokat panaszkodom, Dr. Minami? Nem, nem. Dehogy is, Freddy. Bár csak nekem is lenne rangom, akkor biztosan komolyabban vennének. Ugyan. Az emberek így is komolyan vesznek. Jól van, elmondok valamit. Megígérem, hogy beszélek a kapitánnyal. Előléptethetne zászlóssá. Vagy inkább hadnaggyá. Csodálatos lenne. Freddy hadnagy. Jó. Minami. Szia, Alex. Üdv, Freddy. Üdv, Alex. Figyelj, az én komputerkártyám megbolondult. Nem tudom, mi baj van vele. Add kölcsön a tiédet. Ó, persze. Csak ne felejtsd el visszaadni, ha végeztél. Alex, képzelje, Dr. Minami javasolni fogja, hogy léptessenek elő igazi tiszté. Ó, ez nagy kitüntetés lenne. De arra a rövid időre nem sok értelme van. Nekem nagyon fontos. Azt mondják, hős leszek. Vagy nem igaz, Dr. Minami? De igen. Mindketten hősök leszünk. Itt a központ. Hadnagy úr, nézze meg körül. Igenis, uram. 16742, jelentkezzen. Hát azt nem tudom, hogy Beddingtoni vagy sem, de annyi biztos, hogy nagyon csinos fiú volt. Katonai iskola jegyeruhában. Mondta, hogy hova akar menni? Nekem ugyan nem. Együtt érkezett ide egy öreg pasival. Az öreg fickó az, aki itt halt meg? Nem, volt egy másik fickó is. Ősz volt a haja, az arcán meg, mintha rohadt volna a bőr. Mi ez a nagy felfordulás a kisfiú körül? Tudják, hogy maguk a másodikak, akik róla kérdeznek. Másodikok? Kik voltak az elsők? Jöttek azok a vállalati emberek, és ők is ugyanezt kérdezték tőle. Vállalati? Igen, az egyik nagy vállalattól. Betűkből áll a neve. IXL vállalattól? Igen, elvették a tárcáját. Tudja meg róluk mindent, de mindent. És az a fickó, aki azt a könyvet írta. Tig. Igen, Tig. Arnold Tig. Ő a vállalat főnöke. Elmehetek már, uram? Igen, köszönjük szépen. Minden rendben, uram? Igen, menjen csak előre, mindjárt jövök én is. Egy viszkit kérek tisztán. Uram, tudja, hogy nem szabadna. Nem szabad, hát nem szabad.
Tizedes, menjenek, nézzenek körül odakint. Parancsoljon. Köszönöm. Szabad lesz? Tetszik a sapkád. Álljon félre, fiam. Ne csak le. Nem szeretném. Köszönöm. Nyugi, elég legyen. Csinavér! Mit tudsz a rá expedícióról? Nem hallom, öreg. Travis, hall engem? Beszéljen. Erősen akarjon életben maradni. Képes lesz rá? Travis, mondja meg, mi a család neve. Emlékszik rá? Richards. Travis. James. Richards. Travis. Travis James Richards. Uram. A hőképelemzés szerint protonbáramlás növeli a belső feszültséget. A 17-es körzetben felgyorsultak a folyamatok. Vigyázni fogunk rád. Segítség! Felrobbant egy oxigéntartály. Kapitány, kérjük azonnal jöjjön ide. Megyek. Robbanás a hajtómű szinten. Irányítás részlegesen megbénult. Hármas fokozatú riadó. Mi a probléma? Ez a rohadt hajó a probléma. Minden betöltik. Minden! Francba!
csökken a nyomásadok hajtóműben, mi sérült meg? Nincs utánpótlás, a vízáteresztő szele bekrepált. Akkor rombolj szét azt a vacakot, old meg a feladatot! Óvatosan. Jól van. Csak vigyázva. Kapitány, van valaki a hajón. Túl sok minden romlik el. Valaki szabotálja. Nem hiszem, hogy túlélem ezt. Mindannyian túl fogjuk élni. Harvard. Kapitány. Harvard. Súlyosan megsérült? Min, ami miért nem figyelmeztetett? Honnan a fenéből kellett volna tudnom? Súlyos, igen. Nagyon súlyos. Harvard, mennyi idő alatt tudja megmondani, hogy a személyzetből kilépett, bemódosított vagy újraprogramozott bármit is az elmúlt 24 órában? Miért? Figyeljen, Hadnagy, kérdeztem valamit. Mennyi idő kell? Időbe telik. Csinálja. Kapitány, a tankokat rögzítettük, de elvesztett az oxigén 63%-a. A maradék nem elég hazáig. Hát akkor ezek szerint nem megyünk haza. Miért akarja meghiúsítani a Heliox expedíciót? Ezt mondta Haas, vagy nem igaz? Megmondom miért. Mert a Földet nem fogja semmiféle láng perzselni. Nem hiszem, hogy be kell avatkozni a természetrendjébe. Olvastam Nostradamust? Előtte sok mindennek kell még történnie. Igen, úgy tudom... Előbb az Antikrisztus jelenik meg a Föld lakói előtt. De úgy látom, nem gyalogjár. Magasan száll a földi pokol felett. Így aztán nem is látja, hogy micsoda szenvedés az élet odalent. Apám mondott nekem valamit, amit sosem felejtek el. Azt mondta, lehetsz olyan okos, olyan brilliáns, amilyen csak akarsz. De sose enged, hogy az ambícióid legyőzzék emberségedet. Jó ember lehet apád. Az is. De attól tartok, a maga jó voltából nem fogom sose viszont látni őt. Az maga az ember jóformán minden ehetőt összeszedett, ami a földön fellelhető. Hús, hal, gabona, saját rendelkezésére csak. Nem törvénytelen, admirális. Se egy vállalatnak, se magánszemélynek a jövőbe investálni. A jövő? Hol van most? Akárhol lehet. Rettentően elfoglalt ember. Kapcsolattartás? Van egy hordozható telefonja, de az nem mondja meg, hogy hol van. Álljanak rá! Fiam, meg tudja találni azt a hordozható telefont? Meg tudom, uram. Helyes. Tudósok! A világ tele van tudósokkal, meg szakértőkkel, akik azt állítják, Isten szól általuk. Én egy dolgot tudok. Senki sem tud semmit. Úgy váltogatják az elméleteket, mint mások atyát. Ne nézz úgy rá, fiú! Engem nem láttak előre. Víz, csak víz! Mindenütt! Telefonálok, ha felvehettek. Ne táplálj hiú reményeket, fiú!
Bölcsi! A gyáva ezerszeres halált hal! Végeredményt jegyzik fel. Nagyapának is ez a mondása. Vissza! Nem akarom megölni. Nincs is rá esélye. Helios, hallanak engem? 05. Űrváros, itt Helios, hall engem? 049. 049. 049. 05. Hívja tovább. 0. Mike! Nagyapó! Azt mondtad, nem lesz bajom. Istennek hál, attól féltem, hogy meghalsz. Mi van, semmi? Már ígértem, hogy szabadságra mehet, ha segít, de meg se nyikkan. A fenébe, kárjelentést kértem a hátsó meghajtó egységekről. Dolgozunk rajta. Ezek szerint az nem elég. Kelszó, szállj le rólam, dolgozunk rajta, nyakig vagyunk benne. Ne szőrőzzön, ide figyeljem. Életbevágóan fontos, hogy továbbítsa ezt az üzenetet a Heliosra. Ismétlem, életbevágóan. Itt Kelszó admirális. Kelszó admirális. Kivel beszélek, kivel? Avery uram. Megpróbáljuk továbbítani, uram, de csak zajt hallunk itt. Túl sok ion ugrál odakint, uram. Már túl közel vannak hozzá. Folytassák, fiam! Igen, uram. Próbálják. Ezzel a sebességgel benne maradunk a lángnyelvében. Borg, lehet, hogy sebesült, de abban igaza van, hogy a pokol létezik. Uram, üzenete érkezik. Ez valami kód. Csak annyit értek belőle, Delilah. Mi, vagy ki, az Istenre kérdem ez a Delilah. Órákat késünk már is, ha nem rúgjuk segbe ezt a roncsot, akkor a földnek vége. Akkor szállj ki és tolt a nyokos. Alex, mennyi energiánk van még? Alex! Visszaérünk. De meddig? Nem tudom. Nem tudod? Mit képzelsz, mi a franc fogja összetartani ezt a csotrogányt, ha azt megcsináltuk? Kibírja. Kibírja. Azt mondják, esni fog. Az kell a földnek. Megállj! Minden füntes! Átlomott hologram! Uram, bemérték az adót. Most szállt fel a gépe. Ez az a gép. Parancsot kérek. Megsemmisíteni.
Harvard, mondja meg, ki a következő számú azonosító kártya. Delta Tango 9800 kötőjel, 17 kiló Lima kötőjel, UNSF. Ken Minami, uram. Minami? Ez egyszerűen képtelenség. Kapitány, közeledünk a kritikus szakaszhoz. Rendben, Tiszi. Szóljon le neki. Megparancsolom, hogy Minami jöjjön vissza a rától azonnal. Mondja! De ha nem ő vezeti a rát, akkor ki? Nem vagyok beteg! Nem vagyok beteg! Ember vagyok! A jövőt akarom! Legyünk barátok! Igen, barátom, a főnök mindjárt itt lesz. Kibírja. Felébredtél? Mi ez? Robbantás időzítve. 6 perc, 10 másodperc múlva visszaszámlálok. Freddy! Robbantási idő törölve. Robbantás időzítve. 6 perc múlva visszaszámlálok. Freddy, a barátom vagy. Hagyd abba! Pusztítod a barátodat? Segíts, segíts! Nexus, Nexus. Delilah, Delilah. Szabad, szabad. Nexus, Nexus. Delilah, Delilah, Delilah. Delilah. Van. Ha igen, akkor ki kell dobni a disznót a francba, hadd égjen meg! Kapha be meg, Ryan! Robbantás időzítve, 5 perc, 40 másodperc múlva visszaszámlálok. Ne csináld, Freddy! Miért nem engeded, hogy az agyadba nyúljak, hallod? Hagyd abba a számolást! Ismétlem! Visszaszámlálás törölve! Minami meghal! Meg kell szabadulnunk a rától! Nem! Kevesebb, mint 5 perc van, csak nem elég az idő, és messze még a cél! Hatást alanítani kell, ez az egyetlen remény. Hír itt kell szó! Igen, uram! Alex, azonnal jöjjön ide, parancs! Ismételjesen, uram! Honnan veszem? Rossza be! Hallgassatok már! DC, találja meg! Igen, uram! Robbantás időzítve, 4 perc, 30 másodperc múlva visszaszámlálok. Valami baja van! Uram! Valami van a szemében! Nézze csak! Alex, hallasz engem? Rajta térj magadhoz! Freddy időzítette a robbanást! Mi baja van? Mondja! Micsoda! Nagyon különös, uram! A jobb szemem nem reagál! Életműködése rendben! Simpson, vigyék le az űrszondába! Legyen ott Freddy mellett! Többiek vissza a helyükre és maradjanak ott! Mindenki vissza a helyére! Harvard! Kapitány! Mi a helyzet? Semmi, jó uram. Már majdnem minden ellenőrző program végigfutott, de egyiket se fogadja. Valami szemét kód nem enged belépni a rendszerébe. Fejtse meg a kódot! Öreg, még zacskóba se jutunk haza. Medbright!
Figyeljetek! Mindenki tartsa pofáját! Ez parancs! Robbantás időzítve, 2 perc 45 másodperc múlva visszaszámlálok. Alex, Freddy fel fog robbanni, magadhoz kell térned. Meg kell találnod a hibát. Alex, ébredj! Híd itt, Kelso, mi a felét találtak odafent? Találtunk valamit, uram. Azt hiszem, megtaláltuk. Robbantás időzítve, 2 perc 20 másodperc múlva visszaszámlálok. Belépés engedélyezve. Ellenőrző rendszer blokkja nyitva. Kérem, igazolja a biztonsági kódját elfogadott hangmintával. Gordon hadnagy vagyok. Harold Clark. Pontosan ilyen a hangom. 2 perc múlva visszaszámlálok. Hangminta nem elfogadott. Isten segíts! Cserünk rajta! Vedd már be! Albert! Más hangot sem fogad el? Uram, minden egyes hangmintára azt a választ kapjuk, nem elfogadott. Csak 2 ember van ezen a hajón, akinek a hangjára Freddy ilyen helyzetben válaszol. Ken Minami és Alex Knopf. Mindketten harcképtelenek. Nincs más ötletem, uram. Harvard, keresem magnó felvételeket! Alex-től, vagy Minamitól! Talán becsaphatjuk a kompjútert. Elárulná, hogy hol találok magnó felvételeket, uram? A személyi lapon! Van hang, mint a Alex személyi lapján, megértette? Robbantás időzítve, 1 perc múlva visszaszámlálok. Belépés engedélyezve. Kérem, igazolja biztonsági kódját elfogadott hangmintával. Alex Knopf, biogenetikailag alkotott ember. Megtermékenyítési dátum 2025. május 1-e. Elfogadott, Alex Knopf, magnó felvétel hangminta. Kérem, erősítse meg élő hanggal. Robbantás időzítve, 30 másodperc múlva visszaszámlálok. Robbantás időzítve, 10 másodperc múlva, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Robbanás időzítés, törölni, Freddy! Alex Knopf, felismerve. Robbanás időzítése törölve. Kapitány! Freddy, mi történt? Közvetlenül programozták be a robbantást. Azt tudom, Freddy, de ki programozott át? Alex Knopf, uram. Miért? Nem tudom miért. Behatoltak az agyamba. Nem tudtam ellenállni, nem tudtam. Bocsánat. Kicsodák? Azt se tudom. Én nem akartam. Kapitány úr, közeledünk a 17-es körzethez. Ha a 2 percen belül nem indítjuk a rát, túlhaladunk a célon. Uram, itt minden kész az indításra, csak azt nem tudjuk, lesz-e pilóta. Van pilótánk? Halló, uram! Van pilótánk. Ki, uram? Ki a pilóta? Harvard, mennyi oxigénünk maradt még? 31%-on állunk, az út egyharmadára elegendő. Rendben, most nagyon figyeljen rám. Zárjon le minden felesleges rendszert. Beszéljen meg Talákát a Chicagóval. Hazaviszik magukat. Igen, uram. Ha felrobban a hajó,
Legalább az az öröm meg lesz, hogy onnan nézhetem, ahol minden élet ered. Kifelé. Rosszul döntöttél. De döntöttem. Nem bízom meg benned. Nem is értem. Nem értem, hogy miért nem vettem észre. Megpróbáltam elmondani. Hidd el nekem. Kérlek, próbáld megérteni. Nem tudom, milyen őrültségből valaki azt akarja, hogy ne sikerüljön. A fenébe, Alex, emberek haltak meg miattad. Mi a franc történt odabent abban az őrült fejedben? Beprogramoztak erre, és nem tudom az okát. Mindannyiunkat megöltél volna. Nem hittem, hogy érezhetek ekkora nagy fájdalmat. Ilyen szégyent. Vagy hogy így érzek majd egy férfi iránt, ahogy irántad érzek. Sose tudnék hazudni neked. Kérlek, hadd vezessem én a rát. Legyen értelme az életemnek. Nem engedem. Egy perc a célig. Meg kell engedned. Visszaszámlálás a rá űrszonda indításához megkezdődött. Automatikus start. Kapitány! Személyzet az állomás. Kapitány, hall uram, hall engem! Figyelem! Karbantartási munka a rakodótérben azonnal felfüggesztve. Előkészülni a rakodótér ajtajának kinyitására. Bocsáss meg! Rakodótér kiürítve, nyomás alá helyezve. Személyzet az állomás helyekre. Valami baj lesz. Fedélzetközi ajtók záródnak. Alex! 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 Lelkésztünk kifelé innen! A fenébe átkozott bió! Gyertek, ki kell mennünk innen! Tűnés a fene, vigyel! Fedélzetközi ajtók záródnak. Rakodótér kiürítve, nyomás alá helyezve, rendszerek ellenőrizve, reflektív lehetséges, de megpróbálunk a lehető legközelebb ideig kapcsolatban lenni. Megértette? Hall engem, kapitány! Figyelem, felületi erőtér 20%. Fotoszféra hőmérséklet 6420 Celsius fok, és egyre csak melegszik. Hátramenet leállítva. Thank you.
Eltávozott, Steve. Bevégeztetett. Vigyél haza. Bocsáss meg.